méltó záró akkordja volt a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola különleges jazz formációja, a gitáros Menyhért Márton és a két énekes Horváth Hanna és Egri János fellépése a Terézvárosi Önkormányzat Tér Zene Zene Tér című koncertsorozatának. A tehetséges fiatal zenészek repertoárja a modernebb daraboktól kezdődően a műfaj közismert örökzöldjeit vonultatta fel. A számok végén felzúgó taps arról tanúskodott, hogy a közönség nagyon élvezte az igényes muzsikát. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. A wistful little star. Itt vagyunk a Hunyadi téren, ez az utolsó őszi koncert volt, ti zártátok, egy alkalmi társulást láttunk. Hogy történt ez a találkozás? Tulajdonképpen mi a Bartók Béla Zeneiskolában iskolatársak vagyunk, tehát ismerjük egymást személyesen, viszont munkakapcsolatban még nem kerültünk zenei kapcsolatba, és ez az első alkalom, hogy itt találkoztunk, mint zenészek. Én élveztem nagyon. A Bartók Konzi hogy működik? A Bartók Konzi tulajdonképpen egy gimnázium, amelynek van egy OK-s része is, amely csak a zenei részét adja le a tananyagnak, viszont fele annyi idő alatt. És én erre az OK-s képzésre járok. Jancsika még azt hiszem gimnazista, tehát ő még nem végzi ezt a részét az iskolának. Mennyire volt nehéz így együtt fellépni, hiszen egyet tudtatok próbálni? Nehéz volt, viszont nagyon élvezetes is, mert megismertem mindkettőjüket, mint zenészt, de izgalmas volt, inkább nehéz, de izgalmas, én ezt mondanám. Esetleg tervezitek, hogy ezek után összejöttök és koncerteztek? Mindenképp. Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes, and I will close mine. Mint kiderült, az alkalmi formáció tagjai izgalmas zenei élményként élték meg a fellépést, mivel első ízben álltak közösen a színpadon. De ahogy ígérték, még lesz folytatás. A gyerekek a koncertek alatt elmélyülten munkálkodtak a kézműves foglalkozáson. A papírtányérból hasznos őszi holmi madárijesztő készült. Szia Martin, újra itt találkoztunk a Hunyadi téren. Mi volt ma a feladat itt a játszóházban? Csináltunk ilyen madárjesztőt, és meg kellett rajzolni a szálat, meg még a szemét is, és itt a pöttyöket be kellett csinálni napraforgó magnak. A 22 hétvégén át tartó koncertsorozattól ugyan most búcsúzunk, de szomorkodni nincs okunk, hiszen lesz folytatás. Jövő tavasszal a legkisebbektől a legidősebbekig minden terézvárosi lakót ismét szeretettel vár szombatonként a Hunyadi térre az önkormányzat.